You're asking me a very serious question. You're just talking about why the audience is seated here in Fetch. The time to tread them is not necessary in the future. What do you think about? Well, I mean, it's all right for people to be seated, but they shouldn't really be restricted to seats. It would be nicer if they weren't restricted to the seats. Azt mondja, nem az a baj, hogy az emberek ülnek, hanem az a baj, hogyha kötelezővé teszik még azt, hogy üljenek, és a székek ott léte, az rákényszeríti őket, hogy üljenek. Én remélem, hogy ezen a valóban technikai kérdésen lehet segíteni, és akkor nem csak mi érezzük majd jól magunkat, hanem a művészek is a koncerten. Most azonban, ha megengeded, igen, vendégünkkel egy pár szót. A fontosabb vendég. Mennyire fáradt el Edi ma a koncerten, mert úgy láttam, nagyon sokat mozgott. After this concert today, you dance a lot on the I'm always a little bit tired after the show, but I recover very fast. Mindig egy kicsit fáradt vagyok a koncert után, de nagyon gyorsan magamhoz térek. Egy-egy ilyen világturné során egy koncert mennyiben munka és mennyiben öröm a művész számára? Well, for me it's all fun. The only thing I don't like is to travel. But I must travel to play to people, so I don't think about that side. I love to play. Én élvezem az egészet, nekem ez mind öröm. Az egy dolgot utálok, az utazás, de hát ahhoz, hogy eljussak egyikről a másikra, sajnos utazni kell, úgyhogy próbálok nem tudomást venni, és egyébként nagyon-nagyon szeretek koncerteken fellépni. Nekem feltűnt egy dolog itt a kiadott műsorfüzetben, találtam egy nyilatkozatot, de másutt is ezt tapasztaltam, hogy semmiképpen nem akarja elismerni, elfogadni azt a státuszt, hogy őt Bob Marley utódának tartsák. És a közönség reagálásából viszont úgy látom, inkább ezt a stílust igényelni a publikum. The people will make... Az emberek úgyis azt csinálnak belőle, amit ők akarnak, én ezzel semmit nem tudok csinálni. Én nekem az a dolgom, hogy zenéjek, zenét játszak, és ők majd eldöntik, hogy minek gondolnak engemes. Ez végül is másodlagos. Kezdődött ez a világturné, és hol lesz majd vége? Some time ago I was asked. Korábban megkeresett a kubai kormány, és megkértek arra, hogy szerepeljek Kubában. Ez miután soha nem szerepeltem még szocialista országban, egy érdekes meghívás volt, és megígértem azt, hogy amint először alkalom a lehetőség kínálkozik, akkor el fogom vállalni a meghívást. I would play. When the opportunity presented itself this time, I told my business manager that he should try and see, instead of just doing Cuba, if we can do a third world tour and the socialist countries tour, and only that. Amikor megteremtődött most a lehetőség arra, hogy elmenjek Kubába, akkor azzal fordultam a business manageremhez, hogy próbáljanak meg egy olyasmit szervezni nekem, ami a harmadik világ és a szocialista országokat átfogó turné. Én annak ellenére, amit az újságok írnak és amit korábban hallottam, azt tapasztaltam, hogy a szocialista országok ugyanolyanok, mint bármilyen más ország a világon, az emberek ugyanúgy örülnek a zenének, az üzletekben ugyanúgy azokat az árukat lehet kapni, és az élet valójában ugyanolyan, mint bárhol máshol a világon. The way of life is basically the same. And here we are. És most itt vagyunk. A magyar zenei hagyományoktól meglehetősen távol áll az a hangzásvilág, amivel ők dolgoznak. Vajon hogyan fogadják, amint említette, Kubát, azokon a helyeken, ahol az ő dalai, az ő dallamai a népi hagyományokból táplálkoznak? Music and people, again I say, you know, are basically all the same. We may have diverse roots, but the central thing, the music, the thing which motivates, which moves the heart, is all the same. So it doesn't matter where your root lies, when the feeling is right, then everything works. Újra ahhoz kapcsolódik, amit az előbb már mondott, hogy a zene, ez a világon mindenhol zene. Nem a zenének a részletei és a megszólaltatás módja számít, hanem az, hogy mi van az embereknek a szívében, milyen érzéseket kelt az zene. És ő úgy gondolja, hogy ez ugyanolyan érzéseket kelt az ő zenéje a világ minden pontján. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, és további jó turnét! Thank you very much for the interview, and wish a very good tour and successful tour for you. Thank you. Thank you.